ugye azt láttuk, hogy Rosberg rákapott egy pillanatra, tehát azért ott az jobban igénybe vette a fékeket, de most mintha megint odalépett volna Nico Rosberg, hiszen a 2,2-2,3 másodpercre most megint másféle belülre keveredett, vagy két másodpercre belülre. Na, visszatérve gyorsan Ferrari taktikára Fettelen, ezt most jó, hogy ezt csinálják, vagy sokkal jobb annál, mint hogyha a tutira utaztak volna és megpróbálnak végigmenni. Ez így agresszívabb taktika, Räikkönennel lehet játszani a beváltott vagy a bevettet, ha már az a megfogás az nem kellett volna, valószínűleg technikai hiba okozhatta, vagy okozta, jelen pillanatban Räikkönen ott még Bottas mögött. Ez viszont most kezdett izgalmassá válni. Itt a jó kérdés az az, hogy egy másodpercen belülre tud-e kerülni Rosberg, Hamilton. Nyilván azért autózik, hogy ne, Rosberg meg megpróbál valahol oda kerülni. De állandóan mozgó céltáblához. Hogyha vizuálisan kivetítenik egyébként, akkor látnánk, hogy hol az egy másodperces vonal, csak az állandóan mozogna. És ugye a másik jó kérdés meg az, hogy milyen állapotban vannak új személyzon olyan fékek. Na itt van Kimi Räikkönen. Még egy csere. Igen, még az a szuperlágy van. Az utolsó 29 körre. Lassabb csere volt, de a Ferrari úgy tűnik, hogy részben talán a megpörgésnek köszönhetően is minket egy másik taktikát választott. Egy olyan, amin nyomhatják. Hülkenberget találja meg Sebastian Vettel. Mondanunk sem kell, hogy jóval frissebbek a világbajnok autóján a gumik, mint Hülkenbergén. Hamiltonnak megy az információ, hogy rendben van a fogyasztás a Rosbergnek mögötted, viszont a fékek állapota kritikus. Hát ebből azt is kiolvashatjuk, hogy Hamilton fékei rendben vannak, de lehet, hogy a fogyasztása nem, habár amit az előbb mutattak grafikot az alapján nem volt megállaroltak. Hülkenberg Vettel csata a 7. helyért a 42. körben Montreában. Lehet, hogy Hamiltontól jött előtt a kérdés, hogy milyen Nico fogyasztása, amire egyébként nem válaszolhatnának. Elvileg nem, mert... Hát... Ez a szürke zónája. Ki tudja, hogy milyen kódolt üzeneteket váltanak közben. Volt egy ilyen monakói, nagyon érdekes volt. Amikor ugye azt válaszolta neki, hogy no, ne haragudj, de nem tudok erre a kérdésedre válaszolni. Megkérdez, hogy milyen a tempom az egyes kanyarban. Na, ez most azért úgy fölhoztad, hogy eszembe igazán ezt hallottam, hogy még egy korábbi részében is volt belőtt, hogy a Fettel próbálja Hülkenberget megelőzni. Ezt még megvárom, aztán elmondom a sztorit. Mint még nem lesz meg. Nem, és aztán utána az esély rövidebb itt a kicserőtörő Fettel. Köszönjük Fettel, és én a tempójának most nem köszönöm. Valamit varázsolni kéne 18-et, egy másodpercet veszik körönként. Ha sokáig így marad. Na, visszatérve gyorsan a történet. Ez a megkérdeztem, hogy milyen a tempó az egyes